Na, hello mindenkinek, amit éppen láttuk, az a Red Alert nevezetű játék. Természetesen az új Red Alert, az az Open Red Alert. Éppen beosztottam egy játékot, csak megvárjuk a többieket, hogy na, ebből vajon mi fog kisülni. A játék egyébként egyszerűbb, mint amilyennek látszik. Tehát nem olyan haláli, bonyolultságú játék. Megpróbálom a többieket megértetni, nekik mind be kell pipálniuk magukat ahhoz, hogy el tudjam indítani a játékot, érted? Na, saját magának fut. Saját magának fogja elindítani a játékot, így van. Tehát nem is én indítottam a játékot. Mindenki bepipálta, ami történik. Na, szóval úgy jövök, hogy Fort Lone Star ezt a helyet, és 5-nél többet nem is nagyon kell gyártani ebből a géppuskás egységből, ugyanis a későbbiek folyamán egyrészt termelődik pénz, másrészt meg... Ó, elment a zene. Egyrészt termelődik pénz, másrészt meg... megint kutyákat csinál. Tehát van fölül egy olyan barak, hogy newbie, ez a sárga, bal fölül, de ez megint kutyákat csinált, és nem igazán értem, hogy miért. Kutyákat nagyon könnyen le lehet lőni, de kutyának nincs fegyvere. Tehát meg kell várni, amíg összegyűlik 400 pénz, mert a 400 pénzből már lehet venni, itt a jobb oldalt látjátok ilyen... ez mit csinál ez a hülyeságra? Jó, mindegy. Inkább visszajövök. Csinált mediket a sárga, tehát a saját maga védelmével nem is foglalkozik, már 340 van. Ami nagyon vicces, mert a sárga nem dolgozik, tehát ez csak úgy van, érted? Megjött a 400, meg tudom csinálni a mindenkinek, persze össze kéne beszélni TeamSpeak-en, Skype-on vagy ilyesmi, hogy mindenkinek egyetlen lukat kellene őrizni csak. Nem többet, egyetlen rohadt lukat. Na, ez a rossz hír, igen, tehát én rám támadtak először ezek az okosok. Méghozzá nagyon durva a technológiás támadással. Nem tudom honnan lőnek, tehát fogalmam sincs. És mindjárt szétlőnek mindent. Lövik a bázisomat, és nem tudom honnan, tehát... Fogalmam sincs honnan lőnek. Szerencsére a számítógép a saját egységeit... innen lő. Igen. Kicsit mint a laggolna, teljesen indokolatlanul. Lángszóróval leölték az egységeimet, és hát... Nem igazán tudom megmenteni a helyzetet, tehát ennyi. A játék akkor működik egyébként, ha mindenki egyetlen lukat véd. Ez most nem történt meg. Tehát csak így állok, nézek, ez kb. Ennyi. És hát igen. A sárga technikailag mindent elrontott, így egyszerűséggel, úgy ahogy van. Nekem még van egy géppuska tornyom, ami valamennyire segít nekem pénzt gyűjteni, de... Őszinte legyek, előrébb nem vagyok vele, mert kiképző központom nincs, és a játék nagyon gyorsan küld flag truckot, tehát ezt a géppuskás teherautót. A jobb alsó piros csak és kizárólag rakétás emberkét csinált, ami a legénységre hatástalan. Tehát csak autók ellen jó a géppuska, vagy a rakéta. Tehát semmire nem jó. Egyszerűen semmire. Ez a nagy repülő egyébként ilyen kockákat dob le, amik plusz pénzt, illetve ilyen extra jutalmakat tartalmaznak, de hát... Nem mondanám, hogy értené a sárga játékos, hogy miről is van éppen nagyban szó. A piros az érti nagyjából, csak kicsit furcsa, hogy őszinte legyek. És egyedül én kaptam ki.
Tehát még mindig nem értem, hogy mi miért történt. Mindegy, a felvétel megy, tehát... Már van nagyjából $1000 és építeni sem tudok, tehát... Tiszta vicces. És meghalt. Úgy teljesen. Mert nem javította a saját bázisát, és a sárga most már támadás alatt van. A base is under attack. Most már az én bázisomat is lövik, ahogy látom. Valamennyire azért visszatudom, ha jól tudom megjavítani. Igen. Egy minimális szinten. Hát pénzem az lenne javítani, oké, csak nem tudja javítani, ahogy lát, de... Lelőtte a ellenséget. Nem adom. És már tányával próbálkozik. És az a gond, hogy a tánya nem lövi a géppuskás autókat. És még mindig életben vagyok. Nagyon nehéz játék egyébként, amiről éppen szó van. Alul már mennek el az emberek. Ugye az a két srác, aki az előbb kigapott, az még itt próbálkozik, hogy őszinte legyek. Nagyjából ez a játék vége. Egy kis vicces. Lángszórós nagyon ügyesen lángszórja a kerítést. Ami ideig nem baj, csak... Na mindegy. Majd meglátjuk, a legközelebb jobban sikerül-e.